a von Thüringen, Commodor Kennel, tulajdonosa Wagner Edith, aki hozta és bemutatja itt a csodálatos őrző, védő pásztorkutyánkat, a többi terelőkutyát, a cserisuvás kennelből jómagam Menyhárt István állítottam ki, és át is adom a mikrofont Wagner Edithnek, és a magyar fajtákról fog tartani egy kis tájékoztatót, hogy mindenkinek legyen egy kis ismerete, hogy igazából ezt az ősi magyar fajtát mire is használták, és napjainkban miért van olyan fontos szerepe a családok körébe, amikor jelzésről és őrzésről van szó, mert ez mindenkinek egy nagyon fontos dolog, hogy a családi környezete biztonságban legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Önöket is köszöntöm, és nagyon örülök, hogy ennyi kedves látogató nézi meg a magyar fajtát. Elsősorban azt szeretném megjegyezni, hogy a magyar hungarikum fajtát 9 fajtára osztottuk fel, amit most szeretnék önöknek bemutatni. Talán elsőnek a Commodore. Megkérem a kedves férjemet és a kisfiút, hogy Bencét mutassák be a két Commodore-t. Az egyik egy 3 éves Commodore, a második pedig 5 hónapos, a kicsi. A Commodore. Szóval ez eine kleine Wunde, egy kis kört kérnék a kutyákkal. Nyugodt, kimért lépésekkel teszi meg azt a Commodore, és tetszenek látni a szőr különbséget is. Egy 3 éves és egy 5 hónapos Commodore között. A kicsinek már nincs olyan kedve menni, de azért még mozognak egy kicsit. És talán annyit, hogy a Commodore ázsiai eredetű, nagy testű, erős félépítésű bátor kutya. Megjelenése csodálatot, tiszteletet parancsol. Őket sík vidékeken használták őrző-védő feladatokra, amit aztán nagyon-nagyon komolyan el is láttak. Manapság sajnos ez a feladat a Commodore-nak elmúlt, sajnos. Inkább házi kutyának, tehát házi kedvencnek is használják, szintén őrzés-védésre. Imádja a gyerekeket, nagyon jó jön a családdal, és nagyon szereti a feladatát, az, hogy arra, amit rábíztak, úgy vigyázzon, ahogy ezt tőle elvárják. Szőrének szigetelő hatása van, csapadékot kevésbé kedveli. Napközben szívesen fekszik, éjjel ellenőrzi a rábízott területet.